Ez a metszet egy vashematoxilin festés példáján mutatja, hogy a metszeteink egy részében benne van a nyelv nyálkahártyája is, a felületén a nyelvpapillákkal, ezeknek a hámja több rétegű el nem szarosodó laphám, alatta pedig egy elég tömött, rendezetlen rostos kötőszövetet látunk. A nyelv haráncsikolt izmon rostjai között szigetekben kevert nyálmirigyeket is találhatunk. Attól függ, hogy melyik részéből készült a metszet, a nyelvnek melyik részéből készült a metszet, többet, kevesebbet, az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem találunk benne. Mivel a nyelvben három fő irányban, szagittálisan, függőlegesen és haránt irányban futnak a rostok, ezért ha optimálisan orientáljuk a metszetet, akkor ez úgy jelenik meg a metszetünkben, hogy egy hosszmetszet, egy másik arra merőleges hosszmetszet és keresztmetszetek. Ha most egy ilyen területet megnézünk nagyobb nagyítással, akkor azt fogjuk látni, hogy a haráncsikolt izomrostokon belül sötétebb és világosabb sávok vannak. A sötétebb sávok az A-csík, a világosabb sávok pedig az I-csíknak felelnek meg. Néhol látjuk a magokat is, a perifériára szorulva. A keresztmetszeti képben pedig finom pöttyözöttséget látunk. Ez ugye a szkennelt metszeten, mert nem tudunk játszani a mikrométerrel, nem mindenhol látszik jól, de itt is látjuk azt, hogy ahol benne van a mag a metszet csíkjában, ott a szélére szorul, itt is a szélén van a mag. Az izomrostok között kötőszövet van, erekkel, esetleg idegekkel, és a már említett kevert nyálmirigyek. A haráncsikolt izom elméletét tanulják meg a könyvekből. Ez egy olyan kép, amit az internetes oldalunkról vettem. Itt nagyon szépen élesen látszanak a haráncsikolt izomrostok hosszmetszetben. Látszanak a világosabb I-csíkok, és látszanak a sötétebb A-csíkok. A sötétebb A-csík közepén egy világosabb sáv van, ez a relaxált izomra jellemző H-csík. Ha ezt a területet megnagyítom nagyobbra, akkor még jobban látjuk ezeket a H-csíkokat. Ezek a piros vonalak azt mutatják, hogy milyen hosszú egy szarkomér. Tehát az aktin és miozin filamentumok vannak egy szarkoméren belül, ugye ezeknek a jellegzetes elrendeződése adja a világosabb és a sötétebb területet. Az aktin filamentumok a Z-lemezhez rögzülnek, ami itt a piros pöttyök magasságában lenne. Ezek a filamentumok ugye adják a szarkomért, és a szarkomérek ahogyan egymás után rendeződnek, ebből egy szakaszt mutat itt ez a piros pöttyözött vonal szakasz, ezek lesznek a miofibrillumok. A miofibrillumok kötegei a haráncsikolt izom rost citoplazmájába ágyazódnak, és kívülről a sejtmembránnal vannak borítva, tehát itt lenne a sejtmembrán. Ne felejtsék el, hogy a szarkomér az egy nagyon rövid egység, körülbelül 2,5 mikrométer hosszú, ez éppen a mi mikroszkópjaink felbontási határán belül van, hogy látjuk ezeket a finom részleteket még benne, de ezek a szarkomérek, ezek utána miofibrillumokká rendeződnek, azok kötegekké, a kötegek körül van a T-tubulus rendszer és a szarkoplazmás retikulum, és az egyéb sejtalkotó elemek, mint például a mag, a riboszómák, a szarkoplazmás retikulum, ugye ezt már említettük, lizoszómák, mioglobin, zsírcseppek, glikogéncseppek, mitokondriumok, tehát ezek még mind a sejt citoplazmájában vannak. Ezen a képen és itt a periférián a kevert nyálmirigyek részleteit látjuk, ez pedig itt lazarostos kötőszöveti terület.